Az elmúlt hetekben nem tudtunk elkerülni egy szemünk előtt zajló közéleti szappanoperát, de továbbra sem a politikai részével foglalkozunk, hanem a párkapcsolati erőszak általános, nagyon is súlyos problémájával. Ismét köszönet a szakembereknek, akik segítettek elkészíteni ezt a videót, és a múlt hetit is, amelyben súlyos kérdéseket tettünk fel, hogyan lehet felismerni a narcisztikus bántalmazókat, hogyan kerüljük el a bántalmazó kapcsolatokat, mit tehet valaki, általában egy nő, ha már benne van egy ilyenben. És az elsőre meg is kaptuk a választ, megtanultuk felismerni a narcisztikusokat, és azt is láttuk, hogy hogyan alakul ki egy bántalmazó kapcsolat. Mindenképp nézd meg a videót ide kattintva, valahova a képernyőn, vagy lent a leírásban is megtalálod hozzá a linket. Utána térj vissza, és innen folytatjuk a főcím után, ami alatt pont fel is tudsz iratkozni a csatornára, ha még nem tetted. A bántalmazó kapcsolatokban, amint a múlt heti videóban részletesen meg is beszéltük, az egyik fél általában a férfi. Agresszív viselkedésével abuzálja, megalázza, maga alá gyűri a másikat, általában a nőt. Értéktelenségérzést okoz neki, félelemben tartja. De ne feledjük, a bántalmazásnak nem csak fizikai, hanem számos kifinomultabb, verbális vagy akár csak ráutaló formája is létezik. A legaljasabb ezek közül talán a gyerekekkel való zsarolás. De ha még nincsenek gyerekek, akkor is rengeteg eszköz van a nő sakban tartására. Kiszolgáltatott helyzetbe hozni, önbecsülését megroppantani, folyamatosan kritizálni, azt érzékeltetni, hogy igazából ő a szerencsés, hogy ezzel a nagyszerű férfival lehet, és ezért hálásnak kellene lennie. Ezek mind-mind a bántalmazás alattomos formái, mint ahogy a bizonytalanságban tartás is. Például, amikor a férfi sosem ad előre pontos információkat, világos kereteket, így a nő sosem tud előre tervezni, önálló döntéseket hozni. Mindenben a férfi kényétől, kedvétől függ, és hozzá kell alkalmazkodni. Mindig ott lebeg fölötte a Damoklész kardja, hogy máshogy alakul, programváltozás, mégsem oda, mégsem akkor, és persze mindig ő lesz a hibás. De legalábbis a férfi sosem ismeri el, hogy ő a hunyó, sohasem kér bocsánatot. És mindenre persze az az indok, hogy ő annyira fontos és elfoglalt. És nyilván bárhol előfordulhat, hogy valami közben jön, és tényleg lehet olyan a munkája, hogy ez néha nála benne van a pakliban. De amikor ez állandósul, mindennapossá válik, az már abúzus. Miért maradnak a nők a bántalmazó kapcsolatban? Számos oka lehet annak, hogy a nő miért nem lép. Saját belső késztetései, a férfi manipulációi, társadalmi okok, leginkább ezek kombinációja. Ráadásul a narcisztikus bántalmazó viselkedés nyilván nem a férfi egyetlen tulajdonsága. Ettől még lehet mellette okos, talpra esett, sikeres, gazdag, szórakoztató, lehet jó az ágyban, rengeteg tényező befolyásolhatja a nőt, különösen ha már létrejött egy olyan élethelyzet, például házasság, gyerekek, ami még nehezebbé teszi, hogy lépjen. És ilyenkor hajlamos meggyőzni magát, hogy nem is olyan vészes a helyzet. Végülis pofonokat, monoklikat nem kap. Csak szidást, degradálást, megalázást, fenyegetést. Itt előfordul, hogy néha betelik a pohár a nőnél. És már nem működnek a korábbi agresszív, fenyegetős, zsarolós technikák sem. Na, ilyenkor jön a taktikaváltás, az önsajnáltatás, az áldozati póz, az érzelmi manipulálás nagyon szubtilis módszerei. Gyakori eset például, hogy a férfi folyton meggyőzi a nőt, hogy adjon újabb és újabb esélyt. Egy súlyos narcisztikus személyiségzavaros nem engedi csak úgy el a tárgyat, amit megszerzett. Azt az odaadást, figyelmet, a love bombingot, amit a kapcsolat elején fel tudott mutatni, egy-egy nagyobb veszekedés után újra és újra képes elővenni és alkalmazni azért, hogy a bizonytalan vagy szabadulni vágyó nőt meggyőzze és megtartsa. A győzködés hatására, vagy akár attól függetlenül is, a nők hajlamosak reménykedni, hogy a férfi majd megváltozik. A gyerek születése majd rendbe tesz mindent. Meggyőzik magukat, hogy jó, hát vannak hibái, de olyan férfias, biztos jó családapa lesz. Vagy egész egyszerűen félnek, hogy nem találnak jobbat, de legalábbis nem akarnak újra keresgélni, lebegni a bizonytalanságban. Oké, nem a legjobb, de nem rossz, el lehet viselni. Kicsit meghúzzák magukat, egy-két dolgot benyelnek, aztán persze minél többet nyelnek be, annál mélyebbre csúsznak. Ráadásul a domináns, narcisztikus egójuk pasi olyan szinten tolja a gázlángolást, hogy egy idő után a nő már mindenben kételkedni kezd, saját érzéseiben, gondolataiban, az értékítéleteiben is. És ez különösen akkor igaz, ha a férfi már sikeresen izolálta is a nőt a barátoktól, családjától. Ekkor már egyedül ő tart tükröt a nőnek a működéséről. És a például a férfi elkezdi azt a narratívát tolni a nőnek, hogy ő bizony egy csapni
nyilvánvalóan rossz anya, mert túl sokat foglalkozik a karrierjével, és a gyerekeknek még egy árvaházban is jobb lenne felnőni, mint egy ilyen anya mellett, akkor szépen lassan, de biztosan a nő valóban elkezd kételkedni a saját anyai szerepében. Nem nagyon képes megőrizni az integritását, ha az egyetlen hozzá közel álló másik felnőtt folyamatosan negatív visszajelzéseket küld neki. Vagy ha a férfi egyre kevésbé értékeli nőként, akkor a nő maga is egyre kevésbé fogja magát annak érezni. A férfi pedig egyre arrogánsabb lesz. A gyerekek születése pedig nem olyan, nem rakja rendbe a kapcsolatot, hanem még inkább kényszerhelyzetbe hozza, és kiszolgáltatottá teszi a nőt. Egy válás, elszakadás nekik még rosszabb lenne. Őket mindenképp meg kell kímélni. Ezért a nő még több kompromisszumot köt, leginkább saját magával. Még erősebben dugja a fejét a homokba, és a hamis reménybe, hogy majd jobb lesz. És amikor néha van egy-egy olyan pillanat, megnyilvánulás, amikor a férfi kompenzál, kedveskedik, odafigyel, vagy simán csak normálisan viselkedik, azt a nő rögtön a változás jelének véli. Mert ezt szeretné hinni. És alkalmazkodik, és reménykedik, és tűr, és behódol, és reménykedik, és tűr, tovább, és tovább, és tovább. Esetleg magában sírdogál néha. Vagy megkeményedik, elfogyja az érzéseit, és a munkába menekül. Ettől időlegesen enyhül a fájdalom. Életbe lép az úgynevezett túlkompenzáló coping mód. Kialakul egy párhuzamos élet, egy olyan közeg a nő számára, ahol sikeres, elismerik, mindaz lehet, ami otthon nem tud lenni. Erős, határozott, büszke, vidám, igazán önmaga. Időnként a két világ konfliktusba kerül. A megalázott, elnyomott feleséget a másik közegében, a munkájában sikeres nőként kell a férfinak elviselnie. Vagy ebben az állapotában érkezik még haza, és még nem alázkodik meg kellően a bántalmazó férfi előtt. Na, ilyenkor kapja még több megalázást, a degradáló megjegyzéseket, és kitör a balhé. Olyan is, hogy a nőnek nem alakul ki párhuzamos élete. Nem tud máshol kibontakozni, önmaga lenni, hanem teljesen behódol, mindent benyel. Már nem is vágyik semmire. Nem is reménykedik, hogy a férfi egyszer megváltozik. Elfogadja normálisnak azt az állapotot, amiben ő teljesen másodrendű. Ez pedig az úgynevezett önalávető coping mód. Még arról is képes meggyőzni magát, hogy jó ez így. Hiszen mennyivel rosszabb helyzetek is vannak. Például az előbbi eset, ahol a nő lázad, kompenzál és látványosabban szenved. Az ilyen elfolytásnak viszont súlyos következményei lehetnek, ez egyenes út a rákhoz. De mindaz, amit az ember elfolyt, az belülről emészti. A túlkompenzáló coping nem okoz feltétlenül fizikai betegséget. Ott inkább az a veszély, hogy túltolja a kompenzálás, totálisan kimerül, elveszti a koncentrációját, elkövet valamilyen végzetes hibát, esetleg baleset éri. Végül az is lehet a kapcsolatban maradás oka, hogy a nő egész egyszerűen fél. Fél a férj bosszújától. Fél, hogy elveszi tőle a gyerekeket. Félti a karrierjét, mert vagy a férfi tönkreteheti, vagy ha ő bevállalja a válással, elszakadással járó tortúrát, akkor abban úgy kimerül, hogy nem tud teljesíteni a munkahelyén. Ezért inkább a megszokott rosszat választja. Vagy fél attól, hogy nem tud megállni a saját lábán, hiszen éveken át arra kondicionálta a férfi, hogy ne is tudjon, ne is bízzon saját magában. Társadalmi okok. A nemek pszichológiájának szakirodalma szerint a társadalom is rátesz egy lapáttal az evolúciós pszichó által okozott hajlamokra. A férfiakat a dolgok, a tárgyak érdeklik. A nőket az emberek, kapcsolatok. A társadalom rátanít minket már egészen kicsi kortól bizonyos kulturális parancsokra, amiket aztán felnőtt korra internalizálunk, vagyis magunkévá teszünk. A férfinak ilyen belső parancsa például a bírd ki egyedül. Ezért nem osztanak meg érzelmeket, meg problémákat túl sűrűn senkivel. Vagy a ne panaszkodj, ne lelkizd, és a gondoskodj magadról. Ezzel szemben a nők legfontosabb belső parancsai a gondoskodj mások szükségleteiről, hangolódj rá mások érzéseire, légy önzetlen, kötelező együtt. Egy grandiózus narcisztikus egyértelműen túltolja a gondoskodj magadról elvet, hiszen az ő világában a saját igényeink kívül nem is nagyon létezik más, és ha megszerez magának egy olyan nőt, aki meg pont a női belső parancsoknak engedelmeskedik, akkor a bántalmazás hosszú ideig fennmaradhat, hiszen a nő kötelező érvényűnek érzi azt, hogy együtt maradjanak. Miután már esetleg azt is felismeri, hogy a pasi néha kegyetlen és önző, akkor is gondolhatja azt, hogy hát oké, ez dobta a gép, ez a férfi kellett nekem, hát akkor most az a feladat, hogy elfogadjam és figyeljek rá. Sőt, kifejezetten azt is tekinteti feladatának, még akár egyfajta büszkeséget is érezhet amiatt, hogy ő kitart és tűr. Meg hát azért annyira nem is vészes, ahogy korábban is szóba került. A különböző okok tehát általában együtt jelentkeznek, és ezek összessége miatt nem mer, nem akar a nő lépni. Mi lehet a megoldás? Hiába ismeri a szaktudomány ezt a sok-sok esetet, és viszonylag hatékony terápiás megoldásokat is kínál rájuk, borzasztó nehéz mindezt belátni annak, aki belecsúszik egy-egy ilyen szituációba, és még nehezebb kijönni belőle. Mert ahogy újra és újra igyekszik és reménykedik, behódol és tűr, eközben hoz egy csomó döntést. Például gyereket vállal, amit kényszerpályára teszi, vagy legalábbis nagyon megnehezíti, hogy lépjen. Persze a gyerekvállalás a kényszerpálya mellett öröm és áldás is, tehát bármilyen gyökér is a férj, a nő valahol lehet mégis hálás neki, hogy
megfogantatta benne az életet. Előfordulhat az a helyzet, amikor a férfi akarata mindig mindenben győzedelmeskedik. Teljesen maga alá tudja gyűrni a nőt. Ilyenkor akár relatív nyugalom is beállhat. Mert a narcisznak nem a konfliktusa fontos, hanem hogy behódoljanak neki. De ennek a nyugalomnak borzasztó nagy az ára. Akár a szintén korábban említett rák, alkoholizmus vagy depresszió, a lélek lassú halála. Esetleg menekülhet a gyerekekhez. Turbófokozatba kapcsolja a velük való foglalatoskodást. Rájuk telepszik, velük, bennük, rajtuk keresztül akarja kiélni a saját elfojtott vágyait. Amit persze a gyerekek egyre nehezebben viselnek, menekülni próbálnak, visszautasítóak lesznek. Aztán, amikor felnőnek és végleg leszakadnak, akkor a nőre elementáris erővel hatványozottan tör rá az érzelmi depriváltság. És a tudat, hogy továbbra is egy agresszív bántalmazóval él együtt. Szóval nagyon komplex a helyzet egy nő számára. És bármilyen erős is az intellektusa, bármennyire is tisztában van vele tudati szinten, hogy egyre mélyebbre fúrja magát egy gödörbe, az ösztönei, beidegződései, a női mi voltából fakadó hormonális késztetései viszik tovább az önsorsrontás útján. Mégis muszáj lesz lépnie. Bevállalni a rövid távú, még nagyobb szenvedést azért, hogy hosszabb távon kiegyensúlyozott, szabad emberként önmaga lehessen. Méltósággal, békével. A valósággal való szembenézés és a szabadulás az egyetlen lehetőség, ha a nő vissza akarja kapni az önbecsülését. Saját magát. Ad abszurdum még boldog is akar lenni. Közben persze meg kell próbálni valamiféle egyességre jutni. Mert legyen bármekkora görény is emberileg a volt férj, attól még szükségük van a gyerekeknek az apa figurára az életükben. Ritka esetekben még az is előfordulhat, hogy a férfi hajlandó belátni a rossz viselkedés mintáit. Leginkább olyankor a nem személyiség zavaros, csak erős narcisztikus jellemvonásai vannak. Egymásra való odafigyeléssel, nyitottsággal, szakember bevonásával akár teljes mértékben normalizálható is a kapcsolat, de ehhez nagy türelem és elköteleződés kell a felek részéről. Nincs könnyű dolga tehát egy bántalmazott kapcsolatban, kiszolgáltatott helyzetben élőnek, hogy kijöjjön belőle. Ezért is adja mindenki azt a tanácsot. Szakemberek és a helyzetet már átéltek egyaránt, hogy nem szabad belemenni. Időben észre kell venni a piros lámpákat. Ha viszont már ehhez késő, akkor irányt változtatni, és olyan útra lépni, ahol zöld a lámpa. Az irányváltáshoz pedig támogatókat kell találni. Mert egy ilyen kapcsolatból egyedül kitörni rettenetesen nehéz. Menjen el a nő szakemberhez. Mondja el részletesen a bántalmazást egy-két nagyon közeli, megbízható barátnak vagy rokonnak, kezdje el magát erősíteni. Figyeljen jobban az érzéseire, edukálja magát. Olvasson a narcizmusról, a határok húzásáról. Kérjen akár jogi tanácsot is. De a lényeg, hogy nézzen szembe, és kezdje el tervezni a menekülési útvonalat. És ne szégyellje magát emiatt. Nem ő a hibás, nem ő a rossz feleség vagy rossz anya. Fú, ez egy nagyon durva, súlyos téma volt itt két videón keresztül. És sem mondanám, hogy reméljük nem érint sokakat, de tudjuk, hogy sajnos igen. De hogy egy kicsikét lazítsunk, jövő héten egy könnyedebb, vagy inkább azt mondom, hogy emelkedettebb topikkal folytatjuk, azzal, hogy mi történik manapság a kereszténységgel. Hová lesz a hitünk, vagy visszatér talán? Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor ne feledd, itt a nagy lehetőség. Hello!